Lehet sokan azt gondolják, hogy csak a szilikonvölgyben gyülekeznek a csúcs technológiás startupok, pedig nem. Itt Horvátországban, ahol Nikola Tesla a 19. században rukkolt elő találmányaival, egymást érik a robotikai fejlesztések. Például a Rimac, amit először itt a Targetben láthatnak. Mater Rimac világhódító vállalkozása, a Rimac Automobili egy garázsból indult, ma pedig már 600 embert foglalkoztat Zágráb mellett. A mérnökök olyan elektromos sportautót fejlesztenek, amelyik gyorsabb a mágnes vasútnál is. Mi nem csak a létező autók elektromos változatát akarjuk elkészíteni, hanem új szintre akarjuk emelni a technológiát, lényegében elérni a lehetetlent. Például, ha minden négy kerékre külön motort szerelünk, akkor elérhetjük a 100 fordulatot másodpercenként. Így más a vezetési élmény és a teljesítmény is. Erre az elhivatottságra pedig többen felfigyeltek. A részvényeseink közt van a Porsche, a Hyundai és a Kia is, valamint besegítünk nekik az új generációs autóik fejlesztésébe. A mi technológiánk egészen egyedülálló, de más gyártók is sok mindent alkalmazni tudnak belőle. Vezetők akarunk lenni az elektromos szuperautók piacán, és megkerülhetetlen szereplők a nagy teljesítményű elektromos járművek alkatrészeinek gyártásában. Továbbá hiszünk abban, hogy a jövő nem a birtoklásban, hanem a megosztásban és az önvezető autókban van. A Rimac jelenleg 200 különböző fejlesztésen dolgozik együtt a Zágrábi Egyetem mérnökeivel. A Nikola Tesla Innovációs Központból pedig szinte az összes jó eszű fiatalt felszippantja a vállalat. Nem elég, hogy mi feltalálunk valamit, kell egy erős gazdasági szereplő, amelyik megvalósítja az innovációt és kiviszi a világpiacra. A mi szervezetünk épp ezt csinálja. Mi elvégezzük a kutatást, a Rimac pedig termékké varázsolja. A legtöbb doktoranduszunk a Rimacnél vagy a Gideon Brothersnél folytatja a karrierjét, és önvezető autókat vagy robotokat fejlesztenek. Ezeknek az innovációknak a sikere is jól mutatja, hogy Nikola Tesla szelleme tovább él Horvátországban. Búcsúzik a Target. Az Euronews összes dolgozója nevében mondhatom, hogy hvala vám, vagyis köszönjük a figyelmet.